Ha a másikat ki nem gúnyolja, át nem ejti, szét nem szivatja. Csak is ezért áll szóba a másikkal, mert különben beszélni nem szeret, csak morogni. Azért udvarol, hogy gúnyolhassa a kedvesét, az pedig azért fogadja az udvarlását, hogy csúfot űzhessen belőle. Ezért nemsz gyermekeket, azok pedig azért születnek meg. Édesapám, maga is olyan, mint a kutyának a fasza. Kedveskedik a gyermek az apjának, mikor az későre tántorog haza a korcsomából. Hát hogy érted ezt, fiam? Úgy, hogy könnyen menjen B, nehezen jöj ki. A góbé azonban egész este a szivatás művészetét gyakorolta cimboráival a korcsomában, úgyhogy kapásból megvan az atyai válasz. Édes fiam, te pedig olyan vagy, mint az anyádnak a picsája. Hát ezt meg hogy érti, édesapám? Hát úgy, fiam, hogy minél nagyobbra nősz, annál kevesebb örömemet lelem benned.